Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják. Legfontosabb híreink következnek. Komolyan kell venni az Európa parlamenti választást is. Soltész Miklós tartott fórumot Sátoraljaújhelyen. Kirándulók itt is, ott is. Hegyeshalomról és Zalaegerszegről közel 1000 turista érkezik Sárospatakra a következő hétvégéken. Halászok versenyben, az emelőhálósok vetélkedtek Felső-Bereckiben. Az elmúlt 10 évben 900 milliárd forint magyarországi fejlesztési pénzek 95%-a érkezett az Európai Unióból. Ezért ahhoz, hogy hazánk gazdasága működni, fejlődni tudjon, az európai parlamenti választást is komolyan kell venni. Hangzott el a Fidesz Sátoraljaújhelyi szervezetének lakossági fórumán. A találkozón Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár, valamint Kósa Ádám európai parlamenti képviselő szóltak azokról az eredményekről, amelyeket Magyarországnak az elmúlt 4 évben a folyamatos brüsszeli támadások ellenére sikerült elérnie. Magyarország az elmúlt 4 évben kemény viták árán, de megmutatta, hogy egyenrangú partnere a többi uniós tagországnak, még ha ez sokaknak nem is tetszik Európában, mondta Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő a Fidesz Sátoraljaújhelyi szervezetének fórumán. Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár szerint a kormány az itthoni jelentős eredmények, a rezsicsökkentés, a családtámogatási rendszer megváltoztatása, a multik megadóztatása mellett, bár igen komoly támadásokat kapott külföldről és az ellenzéktől, az Európai Parlamentben is meg tudta védeni az ország érdekeit. Annak ellenére, hogy az uniós torta kisebb lett, azaz a támogatás összege az csökkent, mégis nagyobb torta szeretet kap Magyarország, arányaiban jóval többet kapunk, mint sok-sok más ország, és ez óriási nagy eredmény. Ebből bővülhet adott esetben egy országnak a gazdasága, ebből tudunk olyan fejlesztéseket megvalósítani, ami jó mondjuk az idős otthonoknál, jó mondjuk a fagyatékos otthonoknál, jó a kórház fejlesztéseknél, de akár mondjuk itt ezen a környéken a turisztikai fejlesztéseknél is. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő arról szólt, hogy az érdekérvényesítésért zajló harc nem ért véget. Az alaptörvény és a földtörvény elleni támadások kivédése mellett több frontos harcot kell vívni a következő években is. Az egyik a rezsicsökkentés kérdésköre, a másik az Európai Uniós fejlesztési források biztosítása, a harmadik pedig azok a folyamatok, amik Magyarországot az elmúlt években létrejöttek. Például az Erzsébet utalvány, vagy a pálinka főzés kérdése, ezeket meg kell védenünk. A fórumon elhangzott, amíg például Románia a támogatási pénzek jelentős részét visszaadta az uniónak, addig Magyarország szinte minden rendelkezésre álló forrást felhasznált. Hörcsik Richárd arra hívta fel a figyelmet, hogy azok, akik az uniótól való elszakadást sürgetik, nem látják át annak lehetséges következményeit. Lehet nagyokat mondani, de tessenek végig gondolni, hogyha Magyarország nem lett volna tagja az Európai Uniónak, akkor talán Ukrajna sorsára jutottunk volna. Lehet természetesen bírálni az Európai Uniót, és kell is, de egyrészt nem kilépni kell abból, hanem felvenni a boxkesztyűt, és a nemzeti érdekeiért az utolsó cseppig harcolni, ahogy teszi a német, meg a francia, vagy a spanyol képviselő. A politikusok hangsúlyozták, az uniós választásnak legalább akkora a tétje, mint a parlamenti választásnak. Az állampolgárok pedig azzal segíthetnek az országnak, ha elmennek szavazni, és arra a pártlistára voksolnak, amelyik szerintük a legjobban tudja képviselni hazánk érdekeit. Közel 1000 turista érkezik az elkövetkezendő 2 hétvégén Sárospatakra. A 2 külön vonat Hegyeshalomról és Zalaegerszegről hozza majd a város iránt érdeklődőket. Ez is jelzi azt, hogy a nyári előszezonban is kiemelt érdeklődés van a zempléni település iránt. Az elmúlt 2 hétvégén szintén sokan érkeztek Sárospatakra, főként a fürdő miatt. Sárospatak látogatói létszámán már meglátszik az, hogy megkezdődött a nyári előszezon. Az elmúlt 2 hétvégén ugyanis főként a fürdő nyitott medencéinek megnyitásával sokan érkeztek a városba. A lengyel turisták voltak az első fecskék a kempingben. A Turinform iroda vezetője szerint ez a szám folyamatosan emelkedni fog.
A hosszú hétvége kedvezett Sárospataknak, az idegenforgalmának. Azt gondolom, hogy olyan sokan érkeztek, napi ilyen 20-25 fővel számolhatunk az, aki betért ide a Turinform irodába. Vegyes volt az érdeklődés, hogy ki mit szeretett volna megnézni, valaki a Megyerhegyi tengerszemet, valaki kifejezetten a nagykönyvtár miatt érkezett, úgyhogy mindenkinek azt gondolom, hogy sikerült olyan kulturális látnivalót biztosítani, vagy megmutatni, ami az érdeklődését felkeltheti, illetve más természetesen ajánlottuk a programokat is. Sárospatak azon kevés települések közé tartozik, ahol nemhogy csökkent vagy stagnált az idegenforgalom, hanem látványos fejlődés mutatható ki. Elsősorban a Magyarországról Sárospatakra látogató turisták számában történt jelentős változás, és örömmel konstatáltuk azt is, hogy a végadófürdő is nyereséges évet zárt, tehát több mint 210 ezer látogató érkezett, és ugyanez elmondható a Sárospatakon található egyéb turisztikai attrakciók kapcsán is. Szintén a szezon kezdetét jelzi, hogy ismét külön vonat érkezik majd Sárospatakra. Rögtön kettő is a két hét végén. Május 17-én 500 főből álló turistacsoport érkezik külön vonattal Győrből. Tulajdonképpen a vonat Hegyeshalomból indul, és onnan veszi fel az utasokat, és úgy érkeznek 11 óra körül Sárospatakra. Tehát minden kedves sárospataki lakost kérek arra, hogy fogadja szeretettel, illetve segítse az ide érkező turistákat. Egy következő csoport is érkezik majd május 31-én. Ekkor Zalaegerszegről 600 fő látogat Sárospatakra. Őket is 10 idegenvezető várja majd az állomáson, akikkel 10 különböző útvonalon járhatják be a város nevezetességeit. A szervezők a szívélyes fogadtatásban természetesen számítanak a városban élők közreműködésére is. Igyekszünk minden más olyan attrakciót is bemutatni, amely a környéken található, a tengerszemtől kezdve a magashegyi sportközponton keresztül a Hercegkúti pincesorig, hiszen csak így együtt tudunk olyan látványelemeket, olyan attrakciót nyújtani a turistáknak, hogy nem csak egy napra, reggel jöve és este hazamenve, hanem akár egész hétvégére, vagy akár egész hétre itt Zemplénben tartalmas látnivalókat tudjunk biztosítani. A nyári szezon hivatalosan júniussal veszi kezdetét, az igazi látogatói létszám növekedés ekkor jelentkezik majd. Azonban a korábbi évek tapasztalata és az előszezon számai is azt mutatják, hogy idegenforgalomban Sárospatak ismét jó időszakra számíthat. Kisszer számos emelőhálós versenyt rendezett a Felsőbereczki határér csatornán a Sátoraljaújhelyi Tokai Ferenc Sporthalász és Horgász Egyesület. A víz évek óta egyesületi kezelésben van, ahová rendszeresen telepít halat e horgászközösség vezetősége. Ezen a vízen rendszeresen szerveznek emelőhálós versenyeket, hozzájárulva ezzel egy ősi halászmesterség fennmaradásához. Az emelőhálósok közül sokan 30-40 éve hódolnak e szenvedélyüknek, s tagjai a Sátoraljaújhelyi Tokai Ferenc Horgász Egyesületnek. Az úgynevezett kisszerszámos emelőhálós versenyt 34 éve minden tavasszal megrendezi a Sátoraljaújhelyi Tokai Ferenc Sporthalász és Horgász Egyesület, így volt ez az idén is. Még a rossz idő, a szakadó eső sem riasztotta el ezeket az embereket, akik szinte megszállottan hódolnak ez ősi magyar halászmesterségnek. Minden évben meg van rendezve ugyanúgy, mint a horgászverseny, és ez az első verseny nálunk így, a évadó verseny, a halászverseny, azért hozatjuk így a halat is, minden meg úgy szoktuk csinálni azért, hogy húsvétra a horgászokat kieresszük a vízre, hogy fogjanak egy kis halat, utána megjönnek az emelősök, mert nekik azért nagyobb esély van az emelővel a halfogásra. Az emelőhálós vetélkedés a horgászversenyekhez hasonlóan a nemzetközi szabályok szerint zajlott. Sorsolták a helyeket, meghatározták az etetőanyag mennyiségét, a halak kezelésének módját, a hálók méreteit, s a különböző eszközöket, mindenek előtt halkiemelő szág használatát, s természetesen a mérlegelés és a pontozás szempontjait. 7 órakor elkezdtük a regisztrálást, és amikor kiderült, hogy hány konkrét versenyző nevezett a mai versenyre, utána húztuk ki a sorszámokat természetesen, akkor lett eldöntve, hogy ki melyik helyre kerül, és a kitáblázás is úgy történik, hogy attól függ, hogy hány versenyző vesz részt a versenyen, attól függően kapnak 8-10 vagy akár 14 méter helyet is. A 4 órás versenyidő hamar elszaladt, s következett a nap izgalmas pillanata, a mérlegelés.
Ez is szakadó esőben, de vidám hangulatban zajlott. Az első három helyezett vásárlási utalványban részesült 5-től 15 ezer forint értékben. Ezen felül minden versenyző tárgyutalomban részesült. Nem volt még ilyenben részem, hogy hiába tag vagyok, még ilyenben nem volt részem, hogy eljövök a versenyre. Nagyon örülök neki, hogy ennek a... Hát nem csak ennek, hát a halászatnak is, mert az életem a halászat. A sporthalászatot imádom, mert 40 éves tag vagyok, mint alapítótag, és jövök, és megyek. 2 kiló 30 deka kárászt. Nem nagy eredmény, de hát az elég volt, hogy ezt a helyezést elérjem vele. Jó hangulatban ért véget a 34. emelőhálós halászverseny a Sátoraljaújhelyi Tokai Ferenc Sporthalász és Horgász Egyesület szervezésében. Folytatás pedig júniusban, amikor horgászversenyt szervez a Sátoraljaújhelyi Egyesület. Vízóra leolvasónak adta ki magát, majd rátámadt egy asszonyra egy sátoraljaújhelyi fiatalember. A 19 éves elkövető sorjázóval és ácskapoccsal ütötte meg az asszonyt, akit a dulakodásra megjelenő férje mentett meg. A fiatalember önként megadta magát, miután a rendőrök az udvaron hagyott táskájában rátaláltak az irataira. Emberülés kísérletének megalapozott gyanúja miatt indítottak ellene eljárást. Csendes, nyugalmas területe a városnak a Hunyadi utca, majd minden udvarban kutyák jelzik az idegeneket. Így volt ez tegnap délután is, amikor a sátoraljaújhelyi H. Dániel becsöngetett Csákóékhoz. Mivel vízóra leolvasónak adta ki magát, a gyanútlan asszony megkötötte a kutyát és beengedte a fiatal fiút. A vízóra lefényképezéséig nem is volt baj, ám a lakásban gyorsan történtek az események. Az asszony annak köszönheti életét, hogy volt ereje ellökni magától a sorjázóval felé szúró támadót. Mikor bementünk a házba, azt mondja, engedjen már meg a vizet. Ő az aknába volt, mert azt mondja, nem mutatja rendesen az állást. Megengedem, én mire megengedem, zárnám el, fordulok meg, már akkor a srác ott van bent, és már szúrt is. Ő tulajdonképpen, én szerintem az ütővénámat akarta, de mire elkaptam a kezém, a fülénbe ment bele. Ez egy háromágú sorjázó, a prekázba használják, egy kiélezett szúrószerszám volt. Onnan kijöttünk a folyosóra, és ott viszont már az ács kapocsal vert. A dulakodásban az asszony arca és füle sérült meg. A férje a támadás zajára lett figyelmes. Mikor az elkövető meglátta a férfit, futásnak eredt, maga mögött hagyta táskáját, amelyben később a rendőrök megtalálták az igazolványait. A megyei rendőrfőkapitányság vizsgálati osztályának nyomozói az egyébként a sátoraljaújhelyi rendőrkapitányságon későbbiek folyamán magát önként feladó támadót őrizetbe vették, majd az illetékes megyei főügyészségen a rendőrség előterjesztést tett előzetes letartóztatásának elrendelése érdekében. A rendőrség egyébként ennek az ügynek a kapcsán is, mint egyébként szokta hangsúlyozni, most is felhívja a lakosság figyelmét, hogy olyan személyeket, akik gyanút keltenek, illetve nem egyértelmű, hogy ők valamilyen fajta szolgáltatónak a munkatársai lennének, semmiképpen se engedjenek be az udvarra vagy a lakásba. A vízmű igazgatója sajnálatosnak tartja, hogy a Kft. Dolgozójának adta ki magát a fiú. Az ügyvezető felhívja a figyelmet arra, hogy a vízóra leolvasók mindig párban járnak, és általában az adott szolgáltatási területen ugyanazokkal az emberekkel dolgoztatnak. Mindig ketten vannak. Az Empléni Vízmű Kft. Logóját a ruháján viselni kell, azon kultól pedig ügyvezetőként kiadtam egy belső utasítást, hogy úgynevezett fényképes azonosítóval kell rendelkezniük, itt van a kezembe. Egyébként ehhez rajta van, ha fogyasztó elkérés, gyanús valaki, akkor ezt el kell kérni, és ezen aláírásom mellett az is rajta van, hogy akár a személyigazolványát is elkérheti a fogyasztó a teljes körű azonosításhoz. A rendőrség emberölés kísérletének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. Tóth Krisztina, József Attila díjas költő, író, műfordító volt a vendége a Sárospataki Művelődésháza és Könyvtár által szervezett legutóbbi író-olvasó találkozónak. Ennek keretében az érdeklődők az írónő gyermekköteteinek verseit és novelláit hozta el Sárospatakra.
A közönség soraiban több korosztály is képviseltette magát. Kortárs írók Sárospatakon címmel hirdette meg a Művelődés Háza és Könyvtára irodalmi programját, közismertebb nevén az író-olvasó találkozót. Ennek keretében a szervezők minden alkalommal olyan vendéget hívtak meg, akik írói munkásságukkal kiemelkedőt alkottak és jelenleg is számos területen jegyzik nevüket. Ennek keretében legutóbb Tóth Krisztina József Attila díjas költő, író, műfordító beszélt munkásságáról és ismertette meg írásait a jelenlévőkkel. A legfontosabb szándék azonban ez alkalommal is az volt, hogy élővé váljon az irodalom, főként a diákok számára. Fontos is, hogy élő irodalommal találkozzanak. Az idősebb korosztály még tulajdonképpen a 19. századi irodalmon iskolázódott, és azért számukra az író az halott, és hát férfi. Tehát, hogy nagyon ritkán találkoznak női szerzőkkel, pedig manapság azért a kortárs magyar irodalom legalább fele női szerzőből áll. Tóth Krisztina első kötetét Radnóti Miklós emlékéremmel jutalmazták, majd 2001-ben jelent meg az addigi életművét bemutató verses kötete. Ezt az ezredforduló egyik legjelentősebb magyar irodalmi vállalkozásként értékelték, és nyerte el vele a rangos Palladium díjat. 2005 óta vezet szemináriumokat a József Attila Kör Irodalmi Egyesület prózaírói, költői és műfordítói, kritikaírói kurzusain. A sárospataki felkérést szívesen fogadta. Ez egy szellemi központ, és Sárospatakról rögtön ez jut az embernek eszébe, tehát bármennyire is nagy a földrajzi távolság, azért az ember úgy készül, hogy ennek a helynek hagyományai vannak, és hát ezért elsősorban én rögtön a diákokra gondoltam. Én nagyon sokféle műfajban írok gyerekverseket is, írtam mesejátékot színpadra, írok felnőtteknek regényt, novellát, tehát nagyon sokféle olvasó van, és az a tapasztalatom, hogy minden korosztályból érkezik visszajelzés. Az idősebb korosztály az a tapasztalatom, hogy fogékonyabb a prózára, és meglepő módon költészetben egy picit konzervatív, de ezen is lehet azért változtatni. Az előadás sorozat júniusban a Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Folyóirat szerkesztőit látja vendégül. Kisref is történelem verseny címmel hirdetett megmérettetést a Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma általános iskolája és diákotthona az egyházkerület általános iskoláinak részvételével. Az aktualitást pedig a Pataki Oktatási Intézmény alapításának 10. évfordulója adta. A versenyen összesen 30 fiatal vett részt, akik az oktatási tananyagot elsajátítva igyekeztek számot adni tudásukról. A Rákócziak jegyében zajlott a Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma általános iskolája és diákotthona által megszervezett történelemverseny. Erre a megmérettetésre a hazai csapat mellett sátoraljaújhelyi felsőzsolcai, hernádnémeti, miskolci, kazincbarcikai iskolákból érkeztek tanulók. A verseny feladatai igencsak színesre sikeredtek. A szövegben rejlő hibákat kellett például a gyerekeknek megtalálni és kijavítani, de projektoros helyes válaszkeresés is szerepelt a feladatok között. A feladatok játékosak valamennyire, de kifejezetten a tananyagra épül, és azért is remélem, hogy nem lesz nagy meglepetés, mert mindenki a saját korosztályának megfelelő feladatlapot tölti. Vegyes csapatok vannak, igaz, 5., 6., 7., 8., és az alsósok is 3., 4., de ez az azévi anyagot kell visszaidéznie. Azokat az iskolákat hívtuk meg, akik az egyházkerületünk területén vannak, és évekre visszamenőleg, mióta 10 éve áll az iskolánk, történelem versenyt senki nem rendezett. És úgy gondoltuk, hogy ez egy hiányossága a versenylistának, és ezért választottuk a történelmet. A gyerekek igyekeztek tudásuk legjavát adni, a pedagógusok pedig minden eszközt felhasználtak ahhoz, hogy a gyerekek élvezzék is a versenyt. Szemmel láthatóan volt, akinek könnyebben és volt, akinek nehezebben mentek a feladatok, ám időre mindenki elkészítette az általa helyesnek vélt megoldást. Bízunk benne, mivel több egyházkerület területén lévő iskola alulról építkező iskola, és még nincs 7.-8. osztálya, és úgy gondoljuk, hogy ha ebből hagyományt teremtünk, akkor még több tanulót meg tudunk mozgatni, hiszen már lesznek nekik is 1-2 éven belül 7.-8. is. A verseny jó alkalmat nyújtott ahhoz is, hogy a gyerekek megismerkedjenek a várossal és annak nevezetességeivel is. Végül főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban.
Komolyan kell venni az Európa parlamenti választást is, Soltész Miklós tartott fórumot Sátoraljaújhelyen. Kirándulók itt is, ott is. Hegyeshalomról és Zalaegerszegről közel 1000 turista érkezik Sárospatakra a következő hétvégéken. Halászok versenyben, az emelőhálósok vetélkedtek Felső-Bereckiben. Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!